Ezekkel az elektromos rollerekkel tartott még májusban két fiatal a Tokaji út irányából Nyíregyháza központja felé. Egy kereszteződésben a kerékpáros átvezetésen akartak tovább haladni, amikor egy autós egyikőjüket elütötte. Én úgy gondolom, hogy a baleset abból és az a forrása ered, hogy nagyon-nagyon megugrott a száma Nyíregyházán is az ilyen jellegű sporteszközöknek. Nincs hozzá tapasztalat. Nagyon sokan úgy ülnek rá az elektromos roller például, hogy nincs előtte roller gyakorlatuk. Most képzeljük el ezeket az elektromos eszközöket, amelyek gyakorlatilag a 25-30 kilométertől akár a 40-50 kilométeres sebességig is, ugye teljesítmény függvényében tudnak robogni. És van egy nagyon-nagyon nagy hátulütője a balesetek szempontjából, hogy ezen járművek a semmiből pillanatok alatt hangtalanul ott vannak. Az elektromos kerékpároknak, elektromos rollereknek, szegvélyeknek nincs járműbesorolásuk. A felhasználásukat emiatt nehéz szabályozni, és egy esetleges baleset után a keletkezett károk ügyében bonyolult jogszerű döntést hozni. Hivatalosan ezen technikai eszközök nem közlekedhetnek a járdán, nem közlekedhetnek a kerékpárúton, mert egyik kategóriával sem tartoznak. Tehát ugyanúgy sporteszköz, játékszer, mint a görkorcsolya. A szakember azt javasolja, ha ilyen járműveket szeretnénk használni, előtte gyakoroljunk. Érdemes ezt az esti órákban megtenni, akár egy parkolóban megtanulni az elindulást, az irányváltást és a megállást, és használjunk megfelelő védőfelszereléseket.